Eljött az idő. Amúgy végre beszélhetünk 2017 legjobb könyveiről. Igazából egy kicsit zavarban vagyok, ugyanis ezek a videók számomra mindig nagyon jó reprezentációi annak, hogy az adott booktuber általában arányaiban véve mit olvas. Hát nálam ez a lista most nem annyira reprezentatív, ugyanis sikerült egy darab fantasyt beválogattam a legjobb 10 könyv közé, miközben körülbelül a tavalyi olvasásaim 40%-a volt fantasy. Rengeteg realista young adult-ot is olvastam, ami annyira nem volt domináló idén, tehát nem hiszem, hogy 20%-nál több lett volna, viszont sikerült ebbe a listába 4-nek bekerülnie. Ez van. A lista tartalmára egy kicsit spoiler, van benne 4 realista young adult, 3 történelmi regény, 2 életrajz és 1 fantasy. Ezennel megbuktam, mint SFF booktuber, de nagyon-nagyon jó könyveket hoztam most nektek, úgyhogy nézzünk bele! Sikerült az őket 1-10-ig sorrendbe is raknom, bár elég nehezen lehet értékelni a két különböző műfaj közül egyiket jobban, mint másikat, de én megpróbáltam. A 10. helyen nem áll más, mint Kami Nagatától a My Lesbian Experience with Loneliness. Ebben a képregényben az alkotó megmutatja nekünk, hogy hogyan élte meg a depresszióját és szorongásos zavarát, illetve hogyan fedezte fel magában a szexuális identitását. Alapból ez a manga nem került volna fel a listára, mondani, ez csak egy manga. Aztán rájöttem, hogy nem. Ez nem csak egy manga, ez egy fantasztikus történet, amit igenis értékelni kell. Nagyon szerettem, mert nagyon őszinte volt, és nagyon megérintett, illetve nagyon egyszerű kifejező eszközöket használ, és így is hatalmas érzelmeket tud felszabadítani az olvasóban. Emellett nagyon cuki grafikával ábrázol nagyon sötét és komor témákat, ami nagyon érdekes kontraszt. Nagyon sok ebben a mondatban a nagyon. Nem baj! A 9. helyen Aaron Hartsletter a What We Saw. Ez egy realista young adult regény, ami a Stolben Willi nemi erőszakügyet dolgozza föl fikciós formában. Ez volt az első év, amiben egy kicsit beleástam magam a világunk erőszakkultuszába, és ez volt az első könyv, amit ennek kapcsán olvastam, és még mindig nagyon meghatározó élmény maradt. Szerintem nagyon jól eltalálta a realista és a reményteli kombinációját, tehát nagyon jó üzenettel szolgál, nagyon jól fel tudja nyitni azoknak az olvasóknak a szemét, akik nem tudják, hogy mit jelent az a jelenség, hogy a fiúk mindig fiúk lesznek. A 8. könyv ezen a listán 2017 legelső olvasása volt, és azóta velem maradt, és mindig emlegettem másoknak, hogy milyen értékes könyvről van szó. Ez pedig a Requiem egy gyilkos asszonyért Hannah Kenttől. Ebben az utolsó izlandi elítélt nőnek az utolsó napjait követjük végig. Ez a könyv megindító és érzékeny. Nagyon jól megmutatja a főszereplőnőnek az életútját, sorsát, hogy bekérdőjelezi, hogy mi az egyetemes igazság definíciója. Ezen kívül megszórja a történetet egy hideg és sötét izlandi hangulattal, ami együtt jár egy nagyon nyomasztó klausztrofóbia érzéssel. A skandináv krimik, illetve bűnügyi regényeknek megvan a maga reputációja, hogy minden nagyon sötét, depresszív és erőszakos. Ez kiemelkedik ebből a kategóriából, át egy történelmi regény lévén, át kettő az igazi, megfogó női hangért, ami ebben a kötetben van. Csak ne jelenni tudom. A 7. könyv ezen a listán Margolis Shetterlétől a számolás joga. Nagyobb valószínűséggel találkoztatok a filmmel, mint a könyvvel, teljesen más élmény a kettő. Tehát ez egy teljes mértékben ismeretterjesztő könyv ezeknek a hölgyeknek az életéről. Nagyon jól mos össze a fekete polgárjogi történelmet a NASA fejlődésével. Nagyon sok fekete nőnek az élettörténetet követjük végig ebben a viszonylag rövid könyvben. Ez egyike azoknak a fekete szerzői könyveknek, amik nincsenek tele haraggal. Ez egy előremutató, reményteli regény, és imádom. Nem feltétlenül tudom ezt mindenkinek ajánlani, mert nem regényről van szó, hanem tényleg ismeretterjesztően egy darab párbeszéd nincsen benne. Viszont akiket ez nem zavar, annak tudom ajánlani, mert tényleg fantasztikus élmény. A 6. könyv szintén egy fekete polgárjogi könyv, ez pedig nem más, mint Angie Thomas-tól a The Hate U Give, a gyűlölet, amit adtál. Hogyha követtek külföldi booktubereket, akkor láthattátok már ezt a könyvet rengetegszer, ugyanis ez majdnem mindenkinek felkerült a kedvenc könyvének a listájára okkal. Ez a könyv sztár életében ad betekintést, aki szemtanúja lesz annak, hogy a legjobb barátját lelövi egy rendőr, annak ellenére, hogy a barátjánál nincsen fegyver. Ebben a könyvben végigkövethetjük, hogy Star hogyan találja meg a hangját, és hogyan kezd el harcolni az embereinek az ügyéért. Ez a könyv azért kiemelkedő, mert egyszerre
igazi és egyszerű. Nagyon jól megfogalmazza, hogy mi az egyik probléma napjaink Amerikájában, és egy olyan egyszerű és megragadható formátumba öntötte ezt, hogy még a legbefolyásolhatóbb tinédzserek is értelmezni tudják ennek a könyvnek a lényegét, és tanulhatnak belőle, téve ezért egy jobb Amerikáért. Ezt egy nagyon fontos könyvnek tartom, hogyha idehaza nem is, de Amerikában nagyon-nagyon fontos, és igazából mi is tudunk tanulni belőle, mert nálunk is vannak ám olyan kisebbségek, akiket kutyába se veszünk. Az ötödik könyv ezen a listán felkerülhetett volna a legnagyobb meglepetések listájára is, ugyanis én egyáltalán nem vártam, hogy ennyire le fog venni a lábamról, ez pedig nem más, mint Antoine Engtől az Esti ködök kertje. Ez a történet Malajziában játszódik, és a főszereplőnk egy kínai hölgy, aki megjárta a II. Világháború fogolytáborát, és van némi oka gyűlölni a japánokat. Viszont szeretne megemlékezni a nővérére, akit egy japán fogolytáborban vesztett el, és ezért szeretne építeni egy japán kertet a tiszteletére, és ehhez szüksége van egy japán kertész segítségére. Ez egy fantasztikus olvasmány. Egyrészt betekintés nyújt a II. Világháború egy olyan szegletébe, ami itt Európában nincs annyira dokumentálva. Másrészt egy nagyon érdekes egyensúlya van a történetnek, tehát Yin-Yangot nagyon megtestesíti abban, hogy a történet egyszerűen nagyon maláj, és nagyon japán is. Érdekes szép irodalmi eszközöket használ. Én nem szoktam értékelni szép irodalmi művek esetén, hogyha látom, hogy valami egy szimbólum, mert nincs köze a történethez. Itt viszont a történet végén elkezdtem gondolkozni, hogy várjunk, akkor az azt jelentette, hogy... És egy nagyon élénk képet fest magáról ez a történet. Én egyszerűen imádtam, és valószínűleg el fogom olvasni a szerzőnek az egész munkásságát, hogyha megjelenik magyarul. Nagyon-nagyon-nagyon jó könyv. 1, 2, 3, 4, negyedik könyv. A negyedik könyv a listán a Trója sorozat befejező része, ami nem más, mint a Királyok bukása David Gemmeltől és Stella Gemmeltől. A 2016-os év a Trója sorozat és alapjában véve David Gemmel nagy felfedezése volt számomra. Úgyhogy egyértelműnek tűnt, hogy 2017-ben folytatni fogom ezt a sorozatot, és fantasztikus volt. Ebben a kötetben történik meg a tényleges trójai háború. Rengeteg ember kap egy kis odabiccentést, rengeteg mitoszelemet tudunk összecsipegetni, tehát én ismerem a görög mitológiát nagyjából, és rengeteg kis elem más történetekből kapott egy odabiccentést, és fantasztikus élmény. Hogyha valaki szereti a görög mitológiát, és kb. Nem csak annyit tud róla, amennyit a Percy Jackson sorozatból kiszűr, annak csak ajánlani tudom ezt a szériát, mert fantasztikus, imádni fogja. Emellé társul ugye David Gemmel, heroikus fantasy nőt, nagyon fennkölt paramon stílusa, és nagyon jó kombináció ez a Trója mítosszal. Imádtam, imádom. Nagyon kevés befejezett könyvsorozatom van, de ezek közül hivatalosan a Trója sorozat van most a toppon. A dobogó harmadik fokára pedig nem más kerül föl, mint a Simon és a Homo sapiens lubi Bekiábelt állítól. Ennek a könyvnek a főszereplő Simon, aki már elfogadta, hogy meleg, de még nem coming out-olt a világnak. Van egy srác, akivel levelezik, és tudja, hogy az iskolájába jár, és teljesen odáig van érte, viszont nem tudja, hogy kiről van szó. Egy másik ragasoliból elolvassa ezt a levelezésüket, rájön, hogy Simon meleg, és megzsarolja, hogy ha nem hozza össze azzal a lányjal, akivel akarja, akkor nyilvánosságra hozza a suli Tumblr-én, hogy a srác meleg. A történet főfókusza viszont nem az, hogy egy hetero srác hogyan használ ki egy meleg srácot azzal, hogy összejön egy hetero lányjal, hanem az, hogy Simon hogyan nyílik meg a világ előtt, és hogyan találja meg Blue-t. Ez egy határtalanul aranyos és színmelengető történet. Nagyon őszintén beszél a coming out érzéséről, hogy mennyire nem igazságos, hogy mindenki azt feltételezi rólad, hogy heteroszexuális vagy, és miért nem kell a heteroszexualitást is coming out-olni, és én imádom ezt a könyvet. Az ezüstéren pedig nem jutott másnak, mint a Seven Ways We Lie-nak, Riley Redgate-től. Ebben a könyvben egy gimnáziumban vagyunk bedobva, ahol felmerül a pletyka, hogy egy tanár kavar egy diákkal. 7 diákot követünk végig, akik kb. Megfeleltethetőek a hétfőbűnnek, és ők próbálnak ellavírozni ebben a szituációban. Ez a történet azért került fel a dobogó második fokára, mert nekem szól. Én vagyok benne. Pontosan meg tudom mondani, hogy melyik az a karakter, aki én voltam tinédzser koromban. Ezt az érzést én nagyon ritkán élem át, mert nem éltem meg se az amerikai álmot, se a pokol legmélyét, amit általában reprezentálnak. Itt viszont szerepelt egy nagyon érdekes karakter, aki én voltam egyszerűen.
és szomorúan tekintek arra a tényre, hogy Riley Redként még nincsen lefordítva. Egyáltalán. Magyarul. Egy könyve sem. Kérem. Az aranyérmes. Az első helyen, a dobogó legfelső fokán pedig nem áll más, mint az a Beliszkapó N.K. Jemisintől. Ez a Megtört Föld sorozatnak a második része, ami jobb, mint az első. És nem hittem volna, hogy az ötödik évszakot lehet überelni. A tavalyi legjobb fantasy alapból az ötödik évszaknak ment, és én nem hittem el, hogy az Obeliszkapó ezt überelni tudja. És tudta. És visszatekintve az ötödik évszak egy kicsit előzetes, világépítős hangulatnak tűnt, ebben viszont ugyanúgy érintve voltak azok a témák, ami itt el voltak kezdve, volt saját története, lezárt dolgokat, feldobott dolgokat, tökéletes második regény volt, és elképzelésem sincs, hogy mi lesz a harmadik kötetben, de görcsbe van a gyomrom. A Megtört Föld sorozat egy fantasy sorozat, amiben egy olyan világban vagyunk, ahol az emberek egy része, az orogének képesek a Föld szeizmikus energiáját felhasználni, és ezzel együtt elmozgatni tárgyakat, vagy felrobbantani az egész földgolyót. A címben szereplő évszak lényegében egy apokalipszis, amiben teljes mértékben elpusztul a világ, és újra kell építeni a saját magát. Ebben a kötetben pedig az ötödik évszakot követjük végig, ami nagy valószínűséggel az utolsó nagy apokalipszis, és ez kiirtja az emberiséget. Abban mutatott túl elődjén, hogy behozta az egyik itteni karakter Esunnak a lányát, Nashunt, főszereplőnek és nézőpont karakternek, és az ő szemszögéből is láthatjuk azt, hogy Esun mit tett vele azért, hogy életben tartsa. És más könyvek erre tekinthettek volna úgy, mint valami hősies dologra, miközben borzalmas dolgokat tett a lányával, és lényegében feláldozta a jó anya szerepet azért, hogy életben tartsa a gyerekét. És ez az üzenet, hogy egyszerre lehet jó karakter, jó ember és rossz anya, egy fantasztikus álláspont egy olyan irodalmi közegben, ahol általában egy nőnek az anyaság a karaktere végállapota. Egyszerűen nem tudom, hogy hol kezdjem a listát arról, hogy ez a könyv milyen fontos témákat érint. Legszívesebben mindenkinek a képében nyomnám ezt a sorozatot, annyira értékes és fantasztikus, és imádom. Olvassátok el. Szóval, ezek voltak a kedvenc könyveim 2017-ben. Kommentbe írjátok le, hogy nektek mi volt a legjobb olvasásotok tavaly. És egy nagyon jó következő évet és olvasási évet szeretnék nektek kívánni. Köszi, hogy végignéztetek, visszatlak közelebb. Sziasztok!